Halló, sziasztok, szép estét minden magyarnak, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Néha igazam van, néha tévedek, de mindig hozom a tényeket, hogy ki is alkotassatok saját véleményeket. Ne felejtjétek, hogy a bár a lényeget, jót kell venni pirosba, nem rossz zöldet magasba. És akkor kezdjük is a Mesterhármassal, lájkoljatok, osszátok meg a videót, illetve iratkozzatok is fel a csatornára, aki még úgy annak ajánlom, hogy olvass el a videók alatti leírást, nagyon sok hasznos információt fog találni benne. És akkor haladjunk is tovább. Kriptodán van, most pont Petivel volt gyors és meetingünk, és itt még nincs fent a videó, de a Kriptodás YouTube oldalon itt már megtaláljátok a Sidus Heroes-ról Metaversum Play to Earn játék bemutató, erről készült egy 7 perces videó, úgyhogy ezt is tudjátok nézegetni. Na jó, haladjunk tovább. Jaj, nyerd meg az életednek, kijött a magyar verziója. Most láttam, most már szinkronosan is meg lehet nézni. Na, azt mondja, hogy tovább világgazdasági hírek. Igen. Egyszer. ENSZ emberjogi biztos azt mondja, hogy tisztelni kell az emberi jogokat a kötelező oltást előíró államokban is. Hát így legyen. Azt mondja, hogy... Az ENSZ emberi jogi főbiztosa ugyanakkor arra figyelmeztetett szerdán, hogy az országoknak, amelyek kötelezővé teszik a védőoltást, egyúttal biztosítaniuk kell, hogy tiszteletben tartják az emberi jogokat. Semmilyen körülmények között nem lehet erőszakkal beadni oltóanyagot, még akkor sem, ha valaki nem hajlandó egyetérteni a kötelező oltás politikájával, aminek más jogi következményei lehetnek, például pénzbeli büntetés kirovása, közölte Michelle Bachelet, ahol kivetnek büntetést, annak arányosnak kell lennie, és az igazságügyi hatóságoknak kell azt felülvizsgálniuk. Hajhaj! Úgyhogy is van, csak hát az igazságügyi hatóságok, ezért puszi pajtásai a kormánynak, akkor meg van megint más, na mindegy, hagyjuk is. Lépjünk tovább, azt mondja, hogy igen, ne kötelezzenek csak úgy mindenkit ok nélkül, mert ez még mindig nem egy pestis. Azt mondja, hogy sikeresnek ítélik az orosz és amerikai elnök online tájékoztatóját, hát annyira nem mond rám, na de hogy kutyi nézé mit, hogy vélekedik, nézzük csak. A NATO infrastruktúrája vitathatatlanul közelebb került országunk határaihoz. Látjuk a rakétavédelmi rendszereket Lengyelországban és Romániában. Minden okunk megvan azt gondolni, hogy hasonló fegyverek fognak megjelenni Ukrajna területén is, amennyiben az országot felveszik a NATO-ba. Nos, ezek után hogy ne gondolnánk erre az eshetőségre is? Azt hiszem, ez bűnös felelőtlenség lenne részünkről, jelentette ki az orosz elnök. A rakéta védelmi rendszert mondja fegyvernek, az nem fegyver, nem rakétákat tettek Oroszországnak a határára, hanem rakéta védelmit, mert te akarod támadni, te jó gyerek, hogyha úristen másokat. Tiszta vicc, hogy tudja torzítani itt a manipulálja a szöveget meg a tartalmat. Azt mondja, hogy hát ezt be akartam, de nem fogom, mert ez vagy 4-5 perces, ezt meg tudjátok ti is nézni, mert magyarul van. Ami a lényege itt, hát jó, 8 perc, de itt a végéből akartam egy 5 percet bemutatni, úgy, amúgy innen mindegy, 2.15-től. Ami a lényegét próbálom gyorsan összefoglalni, ugye már IMF ügyvezető igazgatója, ezért fosztogató rendszer központjánál, bankárasszony, azt mondja, hogy igen, kér, ja, hogy igen, úgy majd így fog nőni, meg úgy fog nőni a gazdaság, 4%-os, 5%-os növekedések lesznek jövőre, mert ők azt jelzik előre, de hogyha bármi közben jön, akkor nem úgy lesz, úgyhogy ennyire biztosak a dolgukba. Kérdezi tőle a riporter, hogy és az infláció, mi van az inflációval, miért van ekkora infláció? És akkor mondja rá, hogy nézzük össze-vissza, hogy hát azért, mert hogy Covid van, meg mert hogy az ellátási láncok nem működnek jól, meg mert hogy akkor az igény, a vásárlók annyi mindent akarnak venni most, hogy nyitnak a piacok. Egy betűvel nem említi meg, azért, mert így nyomtatjuk a levegőből a papírpénzeket, azért van infláció. Harmadiknak még mit mondtak, ami fontos volt benne, pedig mindjárt eszembe jut. Azt mondja, ja igen, csökkentés, hogy mikor akarnak visszavenni a fedezet nélküli pénznyomtatásokból, meg ez az amaz, hát azt nagyon nem kéne, mert azzal megállítanák a gazdasági növekedést, azt nagyon nem kéne, azt nem kéne, hogy senki erőltesse, hogy mi visszafogjuk a fedezet nélküli pénznyomtatásunkat, úgyhogy továbbra is fog menni az infláció kőkeményen. Jó, na akkor nézzük tovább, azt mondja, hogy CNBC-n ott nem volt semmi komoly ma, el is értünk a hírekhez, mi mindenünk van mára. Első körben a nap főhíre. Aha, és piros pólóba, ilyet, hogyha úristen.
Ez a nem gyenge, hogy a Visa elén már kripto tanácsadói szolgáltatást indít, a Visa már azt nyújt világszerte mindenhol, még itt Európában, meg a Magyar Visa központban is, vagy akár ott is vannak már kripto tanácsadók, úgy látszik. Mert hogy azt mondják, hogy is fogalmaztam ezt, mert a Visa kripto tanácsadást indít, mert már kezdenek beépülni a köztudatba a kriptók. Már annyira, igen, jó. Egy köztudatba beépülnek, megvetették a lábukat, egyre több figyelem koncentrálódik, egyre népszerűbb, meg hétköznapibbá válnak a kriptók, és akkor közben piros póló, nem hiszem, mit pocsolnak itt a bálnák, hát már rég indulhatnánk felfelé, már úgyse tudnak több tőkeértékes kiirtani. Miért kell piros pólót felvenni, miért nem kell 4%-kal még visszahúzni 50 ezerről, sem értelme, már az egésznek haladhatnánk normálisan felfelé. Na jó, azt mondja, hogy hát gondolom altatás év végén, hogy gyorsan megpróbálják valamennyire kihúzni ezt a decembert, hogy aki mindig rendszerint 4 évente jött itt a piacra, hogy na akkor most jó, sokat fog nőni a pénzem, azután hát elfelejti januárra. De hát mi hosszú távon gondolkozunk. Na nézzük is tovább, itt nem is innen az aljából olvasom fel, hanem itt vannak a lényegek. Ugyanaz, egyszer, hogy ez globális, világszintű kriptotanácsadást nyújtanak már. Megegyezték, hogy segíthetnek a pénzügyi intézményeknek a kripto lehetőségek felfedezésében, konkrét stratégiák kidolgozásában, és új felhasználói vagy ügyfél tapasztalatok tesztelésében, és olyan innovációkba, fejlesztésekben, mint például a kripto ajándék programok, ugye már valaki vesz valamit a kriptós bankkártyájával, ugyanúgy forintért vagy akármi, akkor utána kriptóba kap vissza belőle 2%-ot, 4%-ot, ilyesmit, a ajándékot. És a ESB, hát a CBDC-kkel is, hogy jó, az nem igazán érdekel, az parasztvakítási központi bankok digitális pénze. És akkor Claudio Di Nella, a Visa Európai Konzultációs és Elemzői feje úgy vélekedik, hogy fú, egy alapvető nagyon nagy váltást láttunk az ügyfeleink gondolkodás módjának a részé, gondolkodás módjáról kapcsolatban az elmúlt évben. Onnan indultunk, hogy első körbe még csak felszerették volna fedezni, meg kísérletezgetni szerettek volna a kriptotérben. Na most már odáig jutottunk, hogy már stratégiákat építenek, és termék, hát a roadmap-et úgy útvonalat, hogy a jövőben majd mi hogy fog menni, már külön stratégiákat dolgoznak ki az emberek. Olyan szinten érdekli őket, már nem csak piszkálgatják az egészet, egyre komolyabban tervez mindenki a kriptoszektorral. És akkor szerdán a Visa egy riportra, egy jelentést is kiadott, amiben több mint 6000 pénzügyi döntéshozót kérdeztek meg 8 nagy piacról, Argentínából, Ausztráliából, Brazíliából, Németországból, Hongkongból, Dél-Afrikából, az Egyesült Királyságból és az Egyesült Államokból, és a kimutatás szerint a kriptók, a kérdőívben válaszadó, kérdőívben résztvevők szerint a kriptók már majdnem univerzálisan 84%-ban világszinten elterjedtek, és hát ő a saját háztartásaikkal kapcsolatban diszkréten nem adtak infókat, de hogy már ilyen szinten terjednek a kriptók, azt mondták, persze azért ennyi ember még nem tud róla, csak köztük, akik amúgy is tudtak róla, vagy nem is tudom, fura ez az egész a 94% itt a megkérdezettek körébe. Na de tovább, az a lényeg, hogy 3-ból 1 a kripto tudatos felnőttek közül 3-ból 1-nek már van is kriptovalutája, és a csoport nagy részének 62%-a azt mondja, hogy ők még növelték is az elmúlt évben, ugyebár még több kriptót vettek, még többet fektettek be. És a kimutatás azt is kimutatta, de ez dupla szó ismét, és tök mindegy, hogy a jelenlegi kriptotulajdonosok na, a 81%-át érdekli a kriptóval összekötött bankkártyák, amik lehetővé teszik, hogy ugyebár kriptóért tudjanak vásárolni az üzletekben, ugyanúgy, mint hagyományos bankkártyával tennék ezt papírpénzbe, és akkor váltják a kriptót nekik a papírpénzbe, az üzletek vagy papírpénzbe fizetnek. És akkor emellett 84%-at pedig érdeklik a kriptoajándékok, amit ugyebár a kriptokártyával történő fizetések után kapnak ilyen 2%-ot, 4%-ot, ilyesmiket kriptóba vissza az ember a vásárlásai után. Nekem is kéne egy kártyát intézni, csak mikor lesz időm rá, hát ha itt a téli 2 hét pihenő alatt. És tovább,
Kyle Sheffield, a Visa kripto igazgatója nemrégiben azt mondta, hogy a kriptók már kultúrává váltak, már menővé váltak, úgy magyarázza, hogy ez egy van egy teljesen új osztálya a hétköznapi fogyasztóknak, akik belé azért lépnek be a kriptotérbe, például, hogy NFT-ket vegyenek, és ezen a héten ugyebár volt másik hír is, hogy a Visa is egyre jobban érdeklődik, már kriptotranszakciókat figyelő cégbe is befektettek, ők is annyira érdekli őket, hogy milyen irányba halad az egész ipar meg a szektor. Jó, nézzük tovább, azt mondja, hogy Ausztrália szabályozni fogja a kriptoszektort, fizetési szabályokat fogják megreformálni, ennek lesz a része, hogy a kriptókra is kitérnek, és nagyszabású változtatásokat fognak eszközölni, amiknek az lesz a célja, hogy megtartsák az ország függetlenségét a pénzügyi rendszere fölött, ami hatással lesz az Apple-re, meg a Google-re is, mert hogy ők is már ugye Apple Pay, Google Pay, azokon keresztül is lehet fizetni nagy franchise nemzetközi cégeknek, és a hatóságok Ausztráliában a kormányzati fizetési rendszerekkel kapcsolatos törvényt akarják megreformálni, ami már több mint 2 évtizedes, azóta nem nagyon nyúlkáltak hozzá, és a változások ki fogják terjeszteni a szabályozási keretrendszert, és új fizetésfeldolgozókat is az online térből most már azokra is ki fognak térni az új szabályokba, beleértve a kriptókat is. Oké, azt mondja, hogy hát egy kis érdekesség Ausztráliával kapcsolatban, mert hogy ott is tudtam, hogy nagyon kevesen vagy 20 millióan laknak, de aztán most 30 millióan. És akkor megnéztem a népsűrűségeket, mert ez egy érdekes egy dolog szerintem, úgyhogy gyorsan egy fél percet kalandozzunk el ebbe az irányba is. Azt mondja, hogy Kanadában ott laknak a legkevesebb, vagy ott van a legnagyobb tehát a népsűrűség 3 ember lakik 1 négyzetkilométeren Kanadában. Rengeteg nyersanyagra kevés ember azért, vagy olyan jól nekik. Akkor utána Ausztrália, itt a 3,7 ember lakik egy négyzetkilométeren, itt is sok nagy vasszizdasz, mindjárt mutatok majd nagyobb térképet, ez Oroszországon 8 fő lakik egy négyzetkilométeren, ott is rengeteg nyersanyag nagyon kevés emberre. Amerikai Egyesült Államok 35 fő egy négyzetkilométeren, ugyanaz mondható el, mint az előzőekről. Magyarország nálunk 105 fő lakik egy négyzetkilométeren, már ugye már 3-szor meg 10-szer annyi, mint a irgalmatlan nagy országokban, ahol nagyon kevesen vannak rengeteg nyersanyagra. Akkor Kínában is a 140 fő lakik egy négyzetkilométeren, Németországban 232 fő, Japánban 336 fő, és ugye Indiában a legtöbben ott 450 fő egy négyzetkilométeren. Bár mondjuk láttam valahol Máltát is, ahogy nézegettem, ott 1500-an az máshoz az egy mini ország az. Ne kavarjuk ide bele, na de a végén itt érdekességnek a népsűrűségről, itt van ugyebár Wikipédián az adatok, látszik is, hogy India, ott van teli. Oroszország, hát ahhoz képest, hogy milyen kevesen laknak, erre irgalmatlan nagy a földnek, a nem tudom, a szárazföldeknek a 10-15% kb. Oroszország fedi le az egészet, és olyan kevesen laknak rajta, hogy embertel itt is, USA-ba is, ott a nagy fehér foltok, Kínába is, csak a keleti részén laknak rengetegen, a közepén ott ott már nem igazán. Ausztrália, hát az a legdurvább. Ausztrália az egészen senki nem lakik kb. Csak a délkeleti részén. Úgyhogy erről is ugrott be. Na jó, visszatérve az eredeti témáinkhoz. Azt mondja, hogy következő hír. A szakértők úgy hiszik, hogy egy közös afrikai kriptovaluta az segíthetne megerősíteni a kereskedelmet és fenntartani a növekedést a Covid után. És akkor, hogy miért fontos egy közös kriptó Afrikában, mert hogy az üzletelésnek a költségeit le tudná csökkenteni, és mondják is, hogy szükségünk van rá, hogy előálljunk egy kriptó, valami elfogadható minden egyes állam részéről, és jobb ezt egy kontinentális, teljes földrész szinten csinálni, és igen, és megvan a szakértelmünk hozzá, hogy ezt meg is tehessük, és ez már nem a technológiának a kérdése, hanem a kormányzásnak, a kormányoknak a kérdése, hogy ezt akarják-e, meg hagyják-e. Már itt is jobbra-balra össze-vissza mindenfelé szétmennek a pénzek, sokkal egyszerűbb lenne, hogy Afrika szinten lenne egy fizetőeszköz, és akkor nem tudnák a egyes államok össze-vissza elrontani a pénzeket, vagy manipulálgatni vele.
Azt mondja, hogy Afrikának egy jól működő, integrált központi piacra van szüksége, és sok afrikai ország szemben áll a privát cégek által kiadott kriptókkal, mert hogy ők inkább a saját központi bankok digitális pénzeit fejlesztik, mert azzal lehet manipulálni tovább, fenntartani a fosztogatórendszert. És ténykép ezek az országok, Nigéria, aki már el is indította, meg Gána is majd nem sokára elindítja a központi bank digitális pénzét. És hát a szakértők félnek is tőle, hogy ennyi féle, megint külön ezerféle valuta lesz Afrikába, akkor a lehetősége is elpárolog annak, hogy Afrikába egy egységes valuta lehessen. És mondják, hogy mielőtt még ide elérnénk, harmonizálni kellene a törvényeinket, a szabályainkat, és a protokollja, a kormányzási protokolljainkat, a pénzügyi technológiák és a digitális rendszerek terén. Össze kéne fogni Afrikának, nem lenne széthúzás, lehet, hogy meg tudnák vetni a lábukat a nagy államok, országok mellett is. Azt mondja, hogy nézzük tovább. A CIA hát többféle kriptóval kapcsolatos projekten dolgozik, mondja az igazgatójuk, de a többfélét sárgával jelöltem ki, mert annyira többféle, hogy annyi van a cikkben, hogy a kriptovalutáknak hatalmas hatásai lehetnek mindenre, a vírusprogramok, vírusprogram támadásoktól kezdve. Ennyi, itt a vége. És utána folytatják azzal, hogy a vírus program támadások így. Úgyhogy jó, olyan sok mindenre nem foglalkoznak. Ez az egy jó, ezt mondta Biden is, hogy ez nagyon fontos, hogy ilyen nézni, ne tudják, hogy ugyebár Colonial Pipeline-t is meghekkelték itt májusban, vagy valami, hát ez megint valami kormányzati, ugyebár néha jövök ilyen, hogy hívják már, jaj, de gyorsan akartam mondani, összeesküvés elmélet jellegű történetekkel is, de hát ez megint olyan volt, hogy pikpak le is tudták követni, mondták nekik, hogy bitcoin raboljanak át. Már, hogyha normális hacker csapat lett volna, akkor nem bitcoinba kéri a pénzt, mert tudják, hogy ezt le lehet követni, hanem mondjuk Monero vagy akármivel, amit nem lehet lekövetni. Vagy rögtön mixerbe tolták volna, de hát ez csak azért volt, hogy el tudják mondani, hogy jaj, a vírus program támadók. A váltságdíjas vírusprogrammal támadó emberek azok mennyire, hogy jaj, de veszélyesek, mert mindenki kriptót használ, de hát ez ugyebár nagyon nem így van. És a ransomware, most megnéztem, mit jelent ez a szó konkrétan, és azt jelenti a ransomware szótárban, hogy natúrul benne sincs, zsaroló vírus, zsaroló programna, a Wikipédián zsaroló programna, erre kéne rászoknom, hogy zsaroló, mert a ransom az a váltságdíj. Ransomware, nem szoftver, hanem ransomware. Oké, zsaroló vírus, zsaroló program. Na jó, haladjunk tovább. A Foundry, hát ez lett a legnagyobb bányászmedence, hogyha úristen, elindították egy bitcoin bányászgép piacot is, és ők lettek a világ legnagyobb bányász medencéje, hát, vagy cége, vagy medencéje, entitása, akárhogy nevezhetjük. Poolnak ugyebár angolul medencének hívják ezeket. És igen, a Digital Currency Group, DCG, az már 2020 augusztusába befektetett egy 100 millió dollárt a Foundry nevű kripto cégbe, kriptobányász cégbe. És a cégét csendben alapították 2019-ben, és azóta jelentőset nőtt a bitcoin bányász iparban, és most már látszik is, hogy a Foundry a legnagyobb, hát még az F2 Pool vitte a bányászmedencék közül, az F2 Pool volt az első helyen, az volt a legnagyobb még egy pár hónapja. Most már lecsorgott, és a Foundry a legnagyobb, de az USA-ba Foundry, USA, az amerikaiaknak a bányászmedencéje lett a legnagyobb a világszinten, náluk van a legtöbb bitcoin bányászgép, bitcoin számítási kapacitás. És a DCG-nek igen, a leányvállalata a Foundry, ők biztosítanak bányászgépeket, tőkét, konzultációt, vagy capital, hát az lehet a központok, mindegy tőkét, ilyesmiket, konzultációt, és mindenféle információkat a kripto bányászok számára. És ők lettek a legnagyobb bitcoin bányászmedence, most december 8-án 16,5% a világszintű számítási kapacitásnak náluk van, ami egy olyan 30 exahash környékére tehető a 180-ból. Hát igen, 180-nak a 36-a, de a 6-nak meg a 16 a párja, hogyha 16%, hogyha 100-hoz vesszük. Azt mondja, hogy igen, és elindítottak egy Foundrix, ez a bitcoin bányász gép piacot is, itt van a bitcoin bányász gép piac, itt lehet vásárolni, eladni, de nincs semmi konkrét ár rajta, ilyen kérdőívre be kell írni nekik, és akkor mondani, hogy milyen gépet, milyen számítás kapacitásra mennyit szeretnék, és akkor arra válaszolnak, konkrét árak nincsenek rajta. Minimum rendelés az 50 egység, tehát 50 bányászgépet kell legalább venni, és itt ilyen 3 kötőjel 10 millió forintos bányászgépekről beszélünk, az aszikokról.
azt mondja, hogy a cég mondja is, hogy kb. Bebiztosítottak, már vettek, hogy 40 ezer bányászgépet a MicroBT-től, meg a Bitmain-től, és ezt 2022-ben ezeket tudják is már szállítani. És igen, hát nagyon komoly termékeik vannak, olyan szolgáltatásokat nyújtanak a pénzügyekkel, a szállítással, a hajózással, logisztikával és a medence alapú bányászattal, központi bányászattal kapcsolatba itt a Foundry USA-nál. És az a céljuk, hogy egy megbízható USA alapú másodlagos piacot teremtsenek a bányászgépek számára, mert hogy az olyan dolgok, mint a félvezető csiphiány, ugye már csiphiány a világon és az ellátási láncbeli problémák, azok most mérgezik az egész ipart, és továbbá néhány viszonteladó egész borsos letétet kér a vásárlóktól a rendelésekkor, ha minőségi bányászgépeket akarnak venni. És a Foundry pedig próbálja megoldani ezeket a problémákat úgy, hogy a vásárlóknak és az eladóknak is egy megbízható és biztonságos USA alapú másodlagos piacot kínál a bányászgépek terén. És ezután jött ez a hír, hogy elindították a piacukat, miután már 20 kripto hitelezési felületbe is. Felületen is elindították a szolgáltatásaikat, és összeálltak jó néhány bitcoin bányász céggel is már ebbe az évbe, beleértve a Greenridge Generation Holdings, a Bitfarms-ot, a HT-t, a CleanSpark-ot, a Core Scientific-et, Compute North-ot, BitDigital, BitDeer-t és a Hive-ot, Hive Blockchain-t. Oké, nézzük tovább. Azt mondja, hogy Izland visszautasítja, most már új bányászokat, bitcoin bányászokat, bitcoin bányász farmokat, újakat nem akar létesíteni, vagy nem is ad nekik engedélyt, hogy újak jöhessenek, a mostaniakat azt még persze tartják, meg adnak nekik áramot, meg minden. De újakat már nem akarnak, mert hogy nagy energiahiányok vannak már Izlandon is. Most már leállították az alumínium olvasztókat, hát az alumínium kohókat és a halgyárakat, hát az nem tudom, haltelepeket gondolom, vagy ilyesmi, az annyi energiát fogyasztana. Mondjuk ilyen időjárásból fagyasztana, tehát az a nehézség, hogy mondjuk 5 fokon tartsák a vizet, vagy 20-on, ahol mínuszok vannak egész évben kb. Na mindegy, és akkor Izland legnagyobb közműve a Landsvirkjun, nekik le kellett, jó, igen, le kellett csökkenteni ők, már nem tudnak annyi energiát termelni, mert hogy van valami meghibásodott az erőművük, és alacsonyabbak a vízszintek is, gondolom, na, jaj, de gyorsan akartam, mert nem hidrofúziós, hanem nem mindegy, miért, mi van az agyamban, pedig van, fú, mindegy. Jó, de nem fogok itt leragadni, úgyhogy a vízszint is lecsökkent, mert hogy duzzasztó gátakkal igen úgy termelik az energiát, gondolom egy jó részét, és akkor nincsen magas vízszint, és akkor nem tudnak annyi energiát előállítani, illetve késésekkel néznek szembe, mert hogy van egy külső partnerük is, aki energiát szolgáltat nekik, de még ő is késik, nem tud elég energiát adni nekik időbe. Úgyhogy emiatt a mostaniakkal nincs baj, de új bányászokat már nem fogadnak Izlandon jelenleg. Na nézzük tovább. Az ARK Invest vezérigazgatója Cathie Wood azt mondja, hogy a metaverzumok multitrillió dolláros piacok lehetnek, magyarul bár multibillió dolláros piacok. A billió az azt jelenti, amit 1000 milliárdnak mond a kormány nálunk, hogy kinek kelljen mondani a billiót, mert akkor rájönnek az emberek, hogy mennyire erre volt pénz. És akkor ez a gazdaság minden egyes részére hatással lesz. Azt mondja, hogy ez egy hatalmas ötlet, ami nagyon valószínűleg, nagy valószínűséggel nagyon átütő lesz, csak úgy, mint a technológia, minden egyes szektorban olyan módokon, amikről még el is tudjuk képzelni jelenleg, hogy mennyire átütő lesz a metaverzumoknak a betörése a hétköznapi életünkbe. És a metaverzumok ugyebár azután kaptak nagy figyelmet, miután a szociális média óriás, a Facebook megváltoztatta a nevét Metára, és felhasználói, nem majd megnézem, jó, ez most nem, azt mondja, hogy a metaverzumok folyamatosan növekedni fognak,
Attól és még jobban el fognak távolodni, mert jelenleg csak a játékiparra és a fogyasztói termékekre koncentrálnak a metaverzumok, de hangsúlyozva, hogy sokkal jobban ki fog terjedni a jövőben. Úgy mondja, hogy lesznek saját digitális ikreink, ugyebár saját magunkat leképezzük majd digitálisan, és ez nagyon sok mókának fog lehetőséget nyújtani, és nagyon sok hatékonyságnak is, nagyon hatékony lesz ez. Béla is a múltkor napokban mutatta, hogy valamelyik, mindegyben olyan felületen is csinálnak metaverzumot, ott van az embernek az avatárja kb. És akkor azzal megy be dolgozni, és akkor úgy lép be a videokonferenciába. Nem egy Teams-en vagy egy akármilyen applikáción keresztül, hanem úgy szépen besétál az virtuális világba, és akkor ott lép be a konferenciába. Oké, azt mondja, hogy nemrégiben a Grayscale is kiadott ugyebár egy jelentést, amiben azt írták, hogy a piaci lehetőség a metaverzumok számára az 1 trillió dolláros évi bevételt is hozhat, és még a Web 2.0 cégekkel is versenyezhet, akik egy 15 trillió dolláros piacot birtokolnak jelenleg manapság. És múlt héten a Bank of America stratégiai elemzője is azt mondta, hogy a metaverzumokban masszív lehetőség rejlik, hiszen itt már a kriptókat nagyon széles körben fogják valutaként használni a metaverzumokban. Habár vannak szkeptikusok is a metaverzumokkal kapcsolatban, akik mondják, hogy virtuális világok már évek óta vannak, és ez nem egy újdonság. Raj Gokal, a Solana Labs-nak a társalapítója, érdekes, hogy pont a Solanáiktól, azt kérte ki Twitterre a múlt héten, hogy aggódok attól, hogy a metaverzumok túl vannak ajnározva teljes iparág szinten, és nem láttam ennyi ajnározást a hétköznapi médiában, még ki nem adott termékekkel kapcsolatban, vagy ilyen kategóriai termékekkel kapcsolatban még soha. Úgyhogy hát azért vannak itt már, amik működnek rendesen metaverzumok, még ha csak kezdeti stádiumban is, de na mindegy, van a szkeptikusok is, de ezzel rengetegen jobbról balról médiában mindenhol ez megy, ha a metaverzumokban mennyi, mekkora lehetőség van, úgyhogy nem véletlenül van benne nekem is, vagy 20% is a portfóliumnak metákba. Na nézzük tovább, azt mondja, hogy videójáték óriási, hát ez már tegnap volt Bélánál a hír, itt még meg is késtek, Béla azért sokszor hamarabb hozza. A Ubisoft is elindította az NFT felületét, és a Tezoson indították, ugyebár el. És akkor már egy jó ideje a videójáték cégek erős érdeklődést mutatnak az NFT technológia és a blokklánc alapú játékok iránt. Ebben az évben az olyan cégek, mint a Square Enix, a Ubisoft, az Electronic Arts, az EA, mind-mind mondogatták, hogy már indulnak az NFT-k irányába. És most pedig igen, a Ubisoft is bejelentette, hogy ők is csinálnak saját NFT felületet, meg olyan játékot, amiben NFT-k lesznek majd az értékek, és ezt a Tezoson hozták létre. Azért is itt is van, hogy a Tezosnak a tokenje az egekbe szökött az a Ubisoft bejelentése után, és az íráskor december 8-án szerdán, ez még tegnap esti cikk a híradó után jött ki, vagy egy fél órával, órával, vagy pár órával, a Tezos 26%-ot nőtt, és ezt láttuk is tegnap, hogy milyen szépen megindult. Oké, azt mondja, hogy tovább a Beeple-nek a legutóbbi NFT-je a Human One, az emberi egyed, 29 millió dollárért kelt el. A művész azt tervezi, hogy tovább fogja fejleszteni a művet az egész élete folyamán, hogy mindig folyamatosan valamit fejleszgetni, módosítgatni, plusz dolgokat fog rátenni, meg ilyesmi javítgatni fogja folyamatosan az alkotását. És akkor hát ebbe kb. Ennyi van, így gyorsan még egy kis mozgó képet róla, hogy ez hogy is néz ki. És ugyebár ez az, ami már a Christie's-nél, meg mindenhol a világ legnagyobb aukcióin már kriptóért kelt el. Jó, úgyhogy már tudják a világ legnagyobb műkincs vásárló csilliárdosai is, hogy ez egy mekkora szektor rákezd válni a napjainkban. Tovább a Pepsi Cola azzal ünnepli a születésnapját, 1893 NFT-t ad ki. És akkor, hát itt van, mutatom, itt ilyen, hát ezek az ilyen mikrofon, hogyha úristen, mikrofon, ez a nagy NFT-jük, legalább egy cool lenne a mikrofon helyett, nem tudom, mindegy, nekik most ezt tetszett, és akkor ilyen mikrofonos NFT-k, és ami a lényege, hogyha valaki ilyet akar, akkor pénteken 12 óra, na,
PM, hát ezt nem fogom tudni megmondani, hogy a PM az olyan hülyén csinálják az amerikaiak. A PM az délutánt jelent, de a 12 délután az most délbe van, vagy az hajnalban van, ezt itt nem tudom, mert nektek meg. Szerintem ez a dél lehet. Délbe keleti idő szerint, már miért hajnalban? Keleti idő szerint, akkor miatt a keleti parttól 6 órára vagyunk. Akkor a holnap délután 6-kor lehet majd várólistára feliratkozni a pénztárcára, mert van itt valami itt is a tetején a Pepsi-s pénztárca, itt van, szükséged van egy pénztárcára. Meg itt van valahol a feliratkozós videó benne, hol van, nincs benne, nincs. Na jó, akkor ott gondolom ott lesz, de akkor nyílik majd meg. Itt ez a pénztárcás része, fel lehet rá iratkozni. És akkor, hogyha jóvá adják a pénztárca létrehozását az embernek, akkor ezekből az NFT-kből ingyen fog kapni, csak a gázdíjat azt ki kell fizetni, hogy átkerüljön a saját pénztárcájába. És december 14-én délután 6:30-kor akkor lehet majd ezek az NFT-ket elkapdosni. Azt mondja, hogy ezt a random algoritmus generálta ezeket az NFT-ket, ezért mindegyik teljesen egyedi, meg különböző. Úgyhogy olyan furi NFT-k jönnek a Pepsi-től. Jó, és a Pepsi-ről már eszembe jutott, ja, meg a végén írták azt, ja, hogy vannak mások is, mindegy, már bezártam a hírt, hogy Coca-Cola, meg ez az, hogy többen is jönnek már itt a piacra, meg a Budweiser, ugyebár ő is csinált már NFT-t. És akkor eszembe is jutott, mondom, már megnézem a Coca-Colánál, a kokainos kólánál, hogy mi a helyzet a kokainnal. Úgyhogy azt írják, hogy abból jött a neve is a Coca-Colának, hogy a koka az abból, hogy a kokacserjének a leveléből az volt az egyik anyag, amit használtak hozzá, a kóla, meg a kóla, hogy hívják ezt, kóla dióból, ez Afrikába terem, és abból lett a Coca-Cola, hogy kokain, meg kóla dió. És akkor 1800... Ja, nem is, aha. Mikor alapították? Pillanat, ezt mindjárt megnézem. 1886-ban alapították a Coca-Colát, és akkor 91-ig elég nagy dózis volt benne, 36-37 gramnyi kokain cserje volt egy liter kólába, és de egyébként ez 9 mg volt egy pohár kólába, egészen 1903-ig, akkor 17 éven át egy pohár kólába volt 9 mg kokain. És egy, ahogy írják, hogy egy csík kokain, egy adag, amit itt szipkáznak az emberek, az olyan 50-75 mg. Tehát mondjuk 5-6 kólát megívott az ember, azt olyan volt, mintha felszívott volna egy csík kokaint, 5-6 pohár kólától, és akkor 1903-ig tartott, aztán azóta már csak az olyan kokain cserjének a leveleit használják fel, amiből már kokain ki van vonva, és akkor a kokaint azt meg egy cég van USA-ba a kézét csinálhatja, ez a Mallinckrodt, és akkor ők csinálják ezt, és ugyebár gyógyászati drognak, hát gyógyászati célra használják a kokaint, amit itt kiszednek a levelekből, a maradékot, amivel nincs semmi kokain, vagy minimális, azt adják csak oda a kokpólának. Jó, egy kis bónusz érdekesség, nézzük tovább. Azt mondja, hogy következő hír, a Bitstamp Crypto tőzsde már listázta a Shiba Inut, Shiba Inunak nő az elfogadása, a Bitstampnél már megint érdekes, hogy itt van elmentve, ugyebár még tavaly egy évvel ezelőttről 13.837 dollár volt egy bitcoin, amikor még a Bitstampen néztem, aztán azóta átálltam a TradingView-ra. Jó, oké, náluk is van már Shiba, és akkor el is értünk a piaci elemzésig. Na, csak kellett a piros póló, hova szakadsz? Jó, gyerek, nem utasd, hogy hova szakadsz, nézzük szépen. 5%-os, 5,5% mínuszban van ma a bitcoin, 47.750 dolláros áron kapható jelenleg. Azt mondja, hogy leszakadt a 200-os mozgó átlag alá teljesen ok nélkül. Még azt sem mondhatom, hogy a bánák ki akarják írteni a tőkeáttéteseket, mert nem tudják, mert hát na, és akkor térek is ki ide, nem tudják, mert most rányomok egy F5-öt, nem tudják, mert nincs már tőkeáttétes, a 42.000-ig leszakítása, itt kiirtottak mindenkit. Ez már fölösleges pocsolás, amit most csinálnak, ennek semmi értelme az égvilágon. Most ő 50 millió short pozíciót kiirtottak 50 millió dollár értékbe. Ez 500 millió dollár értékbe írtottak ki, amikor 42.000-ig levitték az árat. Tehát tiszta vissza, nem tudom, mi a jó Isten pocsolásznak itt, semmi értelme tényleg.
Azt mondja, hogy RSI az már megint 30,78, ennél meg úgyse tudják levinni lentebb 30-nál, úgyhogy tök fölösleges itt ráncigálni, senkinek több összettő jobb. Aki meg nem adta el így se 42-ig se, most se fogja, hogy most 48-ra meg 45-re lehozzák meg ilyenek, ki a jó Istent érdekel. Majd felmegy egy pár nap, meg pár hét múlva 50 fölé. De nem értem, hogy mi a jó Istennek rángatják ennyire, azt mondja, hogy nézzük meg kisebb. Jaj, várjunk, csak nem kisebb, hanem a Fibó, mert Fibonacci nincs, ugye már milyen érdekes, az előző két számnak a következője a harmadik, ebből jön a fibózónák, és a tőzsdébe is ezt használják, természetben is megtalálható a Fibonacci számok, meg Fibonacci számsor, és akkor itt a Fibó, már elfelejtettem mondani, pedig pár napja már berajzoltam az új Fibót, ugyebár a plafonja a 69 ezer dollár kereken, az alja pedig a 41.967 és fél, ameddig leszakították. És akkor most pont itt, hát most kicsit lehúzták a piros zóna, mert 48.300-nál van ez a 48.003 meg 52.003 közt van ez a zóna, amiből ki tudna végre felfelé törni, itt is itt pattant vissza, akkor utána mehetne komolyabban tovább, de nem tudom, mi a jó Istenek húzgálják, nézzük meg, hogy meddig tudják lehúzni, vagy meddig van esetleg értelme, 4 órásba így nézünk ki, 1 órásba így nézünk ki, na 1 órásba, jó. Tehát már, hát egy, mondjuk 46-ig, hát ennél tovább már minek húznák. Tehát ugyebár, amikor, javárunk, csak így akarok rajzolni. Mikor már ezeket is kiirtották, akik már itt a legalján fogtak rá, hát utána már minek húzzák, itt már senki nem fogott kb. Rá, ez nem tudom meddig tarthatott, gondolom, egy pár perc volt, azt rögtön felszippantották itt az ára, gyorsan kiirtották a tőkártéteseket, aztán már vásárolt és vissza mindenki. De ez totál fölösleges, amit most csinálnak ez a szakítás, nem bírom mire vélni. Na jó, mondjuk itt rengetegen ráálltak szerintem, hogy long pozíció, short pozíció, tőke átét, itt megint már, hát már lassan mióta egy hete? Negyedike volt most, a kilencedike, öt napja, folyamatosan olyan lagymatagul megy, hogy itt nagyon sokan rá tudtak állni, hogy hú, akkor 10-szeres, 100-szeres tőke átét felfelé long pozícióra, vagy lefelé short pozícióra. Most egy kicsit bízok benne, hogy most tényleg az egészet írtsák ki, akkor jöjjön le ide az egész alá, engem már nem érdekel nyugodtan, és akkor innen meg húzzon fel, utána meg írtsa ki a short pozíciósokat, itt fú, 52 után lesz majd a short pozíciósokat, amikor a széjjel szaggatja, aztán mehetünk felfelé. Na jó, pok, nézzük tovább, napi gyertyák, igen, körülöttünk, mi a helyzet, az arany 1775 dolláros, 76 dolláros áron kapható, egy 0,4%-a csökkent a mai nap folyamán, hát szenved itt az 1800 körül, még mindig S&P 500, 1692 dolláros áron kapható, 0,2%-a csökkent a tegnapi záráshoz képest, de még mindig új zöldikébe tartja magát, jó. Azt mondja, hogy haladjunk tovább, hányan keresnek a kifejezésekre. Na, a Bitcoin jól meglódult itt tegnap, lesz-e valami újabb dolog. Azután hát nem, még mindig ezt mutatja, hogy húj, most menne az egekbe, már egyre többen keresnek most így decemberben a Bitcoinra. Így legyen, ne csak keressenek, vegyenek is, és akkor rendben is lesz a piac. Azt mondja, hogy... Vagy sok az új, lehet, hogy ezeket akarják szivatni ezekkel a pár zerres ráncigálásokkal itt, hogy hát, ha aki megvette 51-nél, és még annyira új, hogy tényleg egy pár napja vette a Bitcoin, és akkor megijed, hogy jaj, leesett 5%-ot, kevesebbet ér, akkor az eladja, hát nem tudom, de nem ez. Ja, a tőkeáttétes az megint másabból nem látszik. Na, a francia tudja, egy kicsit még pocsolnak a bálnák, mielőtt komolyan megindulnánk felfelé, ennyi a lényeg. Azt mondja, hogy tovább piaci értékek, kezdve az Ethereummal, aki még mindig tartja a 15. helyét, még így is, 488 billió dolláros a piaci érték, és 4118 dolláros áron kapható. A Bitcoin pedig leesett a 10. helyre, a fúj, köp, a Facebook megelőzte, ami most már ugyebár meta. A Bitcoin a 10. helyen, 900 billió dolláros a piaci értéke, és 47804 dolláros áron kapható. Mit jelent ez magyar forintban? Jó, vissza 15-re. 15 millió 430 ezer forintot ér jelenleg egy darab Bitcoin. Forduljál már meg, mert ennek semmi értelme, amit most csinálsz. Azt mondja, hogy teljes piac, hogy néz ki, 24 órás kereskedelménység, jó, ez is kezd picit elülni. 100 billió dollár értékben zajlott, csak 99 billió dollár értékben a kereskedés, ez még úgy egy átlagos, de már gyengülget. Azt mondja, hogy kriptovaluták összpiaci értéke 2,25 trillió dollár, ebből a Bitcoinnek a piaci részesedése 40,1%, az Ethereum 21,7%, akkor azt mondja, hogy 61,8-38,2% van a többi kriptóban, a teljes piac 5,5%-a csökkent az elmúlt 24 órában.
Top 10-ben mi a helyzet? Semmi extra, ugyanúgy, mint eddig. Ezt pár napja elmondtam. Hoppa, Matik egyre jobban jön fel, bár most 16%-ot korrigált. Jó, hát akkor még a jól elő lehetett, ha most még 16% korrekcióval is a Crypto.com fölött van. Oké. Okay. Jó, kb. Ugyanaz, mint eddig is volt. Ja, és akkor ezért ezt most adta a Béla, én sem, nem is nagyon tekergettem eddig le. A 24. helyen van már Terának a stabil kriptója, az UST. Úgyhogy így, ha égetik a Lunát, és akkor forog át te UST-be, így azért a Luna is nő, meg a UST is nő. Jó, azt mondja, hogy fúj, DeFi-ben mennyi tőke van lekötve, 261 billió volt tegnap, ezt még nem lehet stabilan beállítani fehérre, most per pillanat 252 billió dollár van lekötve DeFi-okban, csöppet csökken, de hát pocsolnak a bánák értelmetlenül. Azt mondja, hogy Bélánál minden volt, Ethereumnak is a készletei azok úgy csökkennek a tőzsdéken lévő készletek, novemberben is hatalmas, rengeteget megvettek a tőzsdékről, egyre jobban fogy, hát hol volt itt a 21 júliusban, júniusban, úgy nyáron még volt 22 millió Ethereum a tőzsdéken, most már nincs csak 16 millió se, 15 millió 9, úgyhogy ilyen szinten ezért fogy el onnan is, aminél jobban fogy, annál kevesebb van, annál magasabb áron fogják eladni a maradékot. Azt mondja, hogy Ethereumot nagyon tolta itt Béla, hogy Ethereum mennyire így, meg úgy, meg jó a dominanciája is, a Bitcoinhoz képest, ezt azért érdekes itt mutiba, hogy Bitcoin Ethereum dominancia lassan már 0,087-88 környékén van. Ugye már azt jelenti, hogy 12 Ethereumért lehet már egy Bitcoint venni. És hogyha felmegy 0,1 fölé, akkor 0,1-nél már 10-ért lehet, és így tovább mennyi az a váltó szám a Bitcoinnak az Ethereum közt, és akkor most megint kezd erősödni, erősödik a Bitcoin az Ethereumhoz képest. Oké. Siri Eros Capital, az is befektetett 400 milliót Ethereum, ja nem, ők eladtak 400 millióért Ethereumot, és akkor nevette őket Béla, hogy miért adtak el Ethereumot 400 millió dollár értékére, azért adták el, hogy magas a tranzakciós díj, és új ügyfeleknek nem nagyon fog tetszeni, hogy ilyen magas a tranzakciós díjak. Úgyhogy hát gondolom átfektették másba, de arról nem beszélt Béla, úgyhogy mindegy, nem is ez a lényeg. És égetés, jó, hát ég az Ethereum, de azért mindig folyamatosan több van belőle, bár már kicsit lassabban, még a Bitcoinnál is picit, még inkább deflációs, mint a Bitcoin, kevesebbet adnak ki belőle, most per példa, azért még mindig a Bitcoin legjobb érték megőrző, én azt mondom. TVL-ben, hát az persze, hogy mennyi tőke van lekötve az Ethereum-ba, a DeFi-ben lekötött tőkék, a fú, itt nem írnak százalékot, hát de az előbb 250-ből 170, hát a fele, mert ha ráadok még 90-et, az 260, igen, jó. Egy olyan 65%-a a DeFi-ben lekötött tőkéknek, az mind az Ethereum-ba van. A többiek összesen nem tesznek annyit ki, mint ami az Ethereum-ba le van kötve jelenleg. Figyelmeztetés, igen, és akkor itt arra, és figyelmeztetett Béla, hogy egy dolog, hogy tud-e terjeszkedni az Ethereum, az a legnagyobb kérdés, hogy tud-e terjeszkedni, mert olyan loma lassú, ugyebár hát a Bitcoin a leglassabb minden közül, nem is baj, mert nem arra való, hogy okos szerződéseket irkáljanak rá, meg hogy gyors legyen, meg ilyesmi, az egy hatalmas érték, megőrző a digitális arany, de hogy az Ethereum a többi blokklánchoz képest irgalmatlanul lassú, és nekik rengeteg layer 2 meg valahogy a terjeszkedést meg kell oldaniuk, azt meg fogják tudni oldani, akkor tök jó lesz meg minden, de ez az egyetlen egy nagy problémája az Ethereumnak. Hát meg a gázdíjak, az meg már az Ethereum 2.0-val fog rendeződni, ha minden igaz, június-július magasságába. Oké, ez úgy annyira nem, hát itt még volt pár arraja falva hír, oké, ezek. A Binance egy szingapúri hagyományos tőzsdébe már 19%-át megvásárolta a hagyományos tőzsdének. Úgyhogy a Binance terjeszkedik rendesen. Na jó, nézzük tovább, mi volt még itt Bélánál, azt mondi, hogy... Ja, itt csak egy dolog, igen, hogy a TikTok összeállt a... Hogy hívjákkal? Az Immutable X-el, de az Immutable X NFT-ket fognak kiadni rajta. Ez hát olyan, mint a Vax is nagy NFT, és az Immutable X is nagy NFT, és ingyenes, azt írják, hogy itt nulla díj, meg ilyenek, layer 2 az Ethereumon kifejezetten az NFT-k számára, zero gázdíj, instant kereskedelem, szénsemleges, piac, nincs kibocsátás, meg ilyenek, úgyhogy mindenféle így, meg úgy, meg jó, ha lenne Coinbase, még lehet, hogy akár talán vennék is, bár én el vagyok a Vax-al, az is kíváncsi leszek, hogy mennyit fog menni, mert az NFT-k azért ott lehet manipulálgatni, ha eladom a havernak, meg visszaveszem tőle, és akkor úgy tűnik, mintha akkor a vásárlás lenne a piacon. Illetve itt is látszik, hogy 6-án,
Ja, november 6-án, jó, egy hónapja jött ki, de azóta oldal, az olyan nagy mozgás nem volt ebbe. Jó, bár lehet, hogy pontosan, ha indul a piac, akkor majd hú, de nagyot fog menni, nem tudom. Viszont hol lehet kapni? Huobin, FTX-en, GTIO-n, CoinList-Pro-n, KuCoin-on, meg Bybit-en, ebből kb. KuCoin-on van nekem, de azért most nem még, ha Binance-en lenne, talán szemezgetnék vele. Jaj, várjunk, annyit viszont megér, hogy a figyelősek közé felvegyem. Úgyhogy IMX, IMX, igen. Ja, hogy hú, melyik bigyóról. Jaj, már lehet kapni a Coinbase-en is? Azt ott nem is írták. Na, akkor Binance az azért még nincs, de a Coinbase-est azt fel tudom venni. Jó, legyen akkor a Coinbase-es USA dolláros. Oké. Okay. Azt mondja, hogy lesz itt már. Ja, mert hogy ma jött fel a Coinbase-re. Aha, szevaszka. Akkor azért nem mutatta. Lehet, hogy így ráfrissítek, akkor most már jön a Coinbase is. Na. Még nem jön. Na, hát gyorsabb voltam, mint ahogy a CoinMarketCap-en beírták, hogy a Coinbase-en is lehet már kapni. Hát erre jó, ráhibáztam, vagy figyelték ők is Bélát, aztán gyorsan kihozták. Hát most ő is szakad össze. Na, Coinbase-en lehet venni IMX-et. Mint a DMX, csak mégse. Na, gyerünk, pörgös felfelé, pillanat, meg kell találnia. Hát egy közepesekbe beteszem, nem a nem ajánlós, lelassultak. A figyelős közepesek közé, ez ide elfér itt nekünk. Jó, legyen itt a... Aha, IMX, oké. Okay. A decentralizált tőzsdék felett. Jó. Na, haladjunk tovább. 47.700-on a Bitcoin Immutable Exit bemutattam. Nézzük tovább. Ja, úgy hát lett volna többet is róla, mindegy. Nem néztem, hogy véges vagy nem véges. El visszahozom, mert ha már itt tartottam, akkor Immutable Exit. Jó. De jaj, és véges is, csak 2 milliárdot lehet kiadni belőle, 9%-a van eddig. Kiadva 17%-ával piaci értékének kereskedtek az elmúlt 24 órában. A piaci érték 1 billió dolláros már, úgyhogy egészen működik. De hát csak NFT, annyit tudsz, hogy NFT-knek egyetraumos felülete. Jó, Coinbase-en jön neki valami újdonság, frissítés, hát akkor most az Immutable Exit-et mutathatnák. Ha minden igaz, és összeállnak a dolgok. IMX USDT-t mutatják is, hogy IMX-et lehet most már. Na, és hol a hír, hogy... Hol a hír, hogy kioszták a... Adott régiókba. Most ez jelentette volna azt, na mindegy, én ebben nem megyek bele. Akkor API 3, a BLZ, a GOD, meg a... Ez mi a fene? Hát itt képeket, hát ikonokat szoktak kitenni, meg akármi, hogyha... Valamit kihoznak itt azokban a régiókban, ahol támogatott a kereskedelem most, csak a kihoztak 5-öt, na mindegy, ezt most nem nézem végig. Valamit nagyon furán csinál a Coinbase. Hát eddig így szépen kiírták, hogy kihoztunk új kriptókat. Most egy semmi, csak ilyen, nem tudom, furcsa. Na jó, mindegy, hagyjuk is, IMX az most, talán az még az egy, ami érdekesnek tűnhet. Meg az API 3 is, az meg izé, azok, na jó, hagyjuk is. Egyelőre azt mondja, hogy CoinMarketCap-en néznek-e valami értelmeset. Pok, 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 hát semmit szokás szerint, oké, sok marhaságot, szerencsejátékos szutypok, és a második fejezetbe ott sincs semmi értelme, és talán a market move az nem annyira szerencsejátékos, mint a többiek az piaci adatokat ad a Binance-en, hát jó. Oké, és akkor Bitcoin 47.600-on 5,5%-ot, majdnem 6%-ot csökkent ma. Hát akkor fölösleges megnézni, minden pirosban van, mint az állat. Jaj, pedig már olyan szépeket kadéna már, fő reggelre már kb. 18% pluszban volt erre fel, most megint itt értelem nélkül pocsolnak a bálnák, azt nem hagyják megindulni a piacot. De nem is fárasztó, hanem már szánalmas, hát ennek semmi értelme, amit most csinálnak, hát még tőkeáttétet se tudnak már kiírtani vele. Jó, pfú, mindenki pirosban van, ha valaki zöldbe lesz, az lesz a csoda, azt megmutatom. Ó, egy 0,5%-kal hagyjuk is X-et, mindjárt fordul zöldbe. IOTX, nézd már az IOTX, hát nagyon minimál, IOTX megindult volna, akart már visszatérni, de már húzza vissza a Bitcoin magával, már csak 2,5% pluszban van. Hát ő volt az egész zöld, az egész kriptopiacon ma, itt a figyelősök közt. Jó, nem értem, de nem értem, mi a szarért pocsolnak a bálnák, mikor az égvilágon semmi értelme nincs ennek, amit most csinálnak.
Hát jó. Na még hát, ha, na igen, ezt a nagy dzsumbújt, akit rengetegen rászálltak tőkártét, az gyorsan nyitsák ide, utána tényleg gyorsan menjen már fel, ne tudjon sokan felszállni rá, aztán ha csaladhassunk felfelé, mert már kezd szállámosan unalmas lenni ez a tötymörgés. Na jó, kösz szépen, hogy meghallgattatok, holnap ismét jövök a friss hírekkel, további szép estét mindenkinek, sziasztok!